mai sétánkon a Népszínház utcát fogom bemutatni, ami egy igen jellegzetes utcája Józsefvárosnak. A Népszínház utca Rókus Kórház épülettömbje mögött kezdődött. Eredetileg Keresztúri országútnak, később Baromvásár utcának, Hentes utca, Sertéskereskedő utcának hívták. A városegyesítés után az itt felépült színházról a Népszínház utca nevet kapta. Később a tér kialakításával megrövidült az utca, 1-től 5-ig, illetve a 2-es számot megtartotta a Korvináruház, a Sajtóház és a Színház, így a Népszínház utca 4-jel, illetve 7-essel kezdődik. Hausmann Alajos terve alapján épült. Korábban itt helyezték el magát a Technológiai Iparmúzeumot, és itt az oldalsó részben pedig működött maga a tanoda. Ebből az épületből indult útjára, és ért el nemzetközi sikereket Galamb József is. Ő az, aki a Ford T modellt megalkotta. Ezt az autót egészen 1927-ig gyártották, több mint 15 millió példányt adtak el ebből a világon. Tehát tulajdonképpen Galamb Józsefnek köszönhet Henry Ford, hogy négy kerékre ültette Amerikát, és hogy ilyen híres lett. Hogyha megnézik a bejáratot, ugye látnak egy évszámot, római számokkal, itt már csak egy tévetű látszódik, ugye a többi az sajnos elveszett. A Népszínház, amennyire hírhet a neve, ahhoz képest nagyon sok hagyományos kis üzlet található, mint például ott a bal oldalon az a kalapos, ami 1870-ben alapította a tulajdonos, itt ebben az utcában csak 1950-es évektől van itt. Mai napig nagyon jó a forgalma, bármilyen évszakban éjszaka található, hatnak kalapot, akár a hölgyek, akár az urak. Eredeti gépekkel kézzel készíti az út. Most ebben a helyzetben átállt digitális árusításra. Tulajdonképpen bolt hátán bolt van. Ebben az utcában, hogyha valaki nem talál meg valamit, akkor az nem is kapható. Közeledünk a Népszínház utcának egy igen hangsúlyos és látványos nagy épületéhez. Ez egy szintén bérháznak épült, mégpedig a kőbányai polgári serfőzde megbízásából. A mozaik középső részén Gambrinuszt, a sör feltalálóját látjuk. Sörös szekerén áll, mint egy diada a kocsin. Bal oldalon a királytér hazavadászatról, jobb oldalon a földműveseket látjuk, és mindenütt folyik az aranylóhabzó sör. Üdvözlöm Önöket a Impulzó Fashion Hotelben, a Vadonatúj nevén. A helyszínen vagy a környéken jártasok számára ez Atlas City Hotelként lehetett ismerős a korábbiakban. A szálloda teljes felújításon esett át, itt 2019. októberében kezdtük a munkákat, és hát itt a vírus okozta nehézségekhez idomulva mostanra azt mondhatom, hogy gyakorlatilag 100%-ban elkészült egy teljesen a modern kor elvárásainak megfelelő négycsillagos szállodát hoztunk létre, 24 órás portaszolgálattal, recepcióval, drinkbárral, illetve 12 fős tárgyalóteremmel a földszinti részlegen. A szállodáról csak egy-két érdekesség, mielőtt a szobába megyünk, hogy ahogy mondtam, 8 emeleten helyezkednek el a szobák. A 8 emeletet azt 8 különböző fotótematikával láttuk el, hogy valami kis extra fűszert adjunk azoknak a vendégeknek, akik hozzánk látogatnak el. Ezek között a tematikák között például a 4. emeleten a hidak tematika köszön vissza, úgyhogy ikonikus hídjainkról találhatók felvételek. Többi szinten pedig szintén Budapesthez köthető, és a múltból visszatekintve fekete-fehér képeken találkozunk, például a kávéházi kultúrával, a fürdőkultúrával, budapesti tömegközlekedés a 30-as években, szóval gyakorlatilag minden olyan ikonikus momentumot szerettünk volna megmutatni, ami a városhoz köthető, de nem azok a megszokott hagyományos turista füzetekbe visszaköszönő látványosságok. Ez egy apartman, úgynevezett Connecting Family Room, itt családok részére hosszabb tartózkodás részére is alkalmas, ez egy 60 négyzetméter alatt területű szoba. Hűha. A bejáratban látható szintában egy kis előkonyha is, egy kis teakonyhának nevezzük. Mi egy nagyobb méretű hűtővel, kávéfőzővel, mikrohullámosítővel, és gyakorlatilag itt két külön légterű szoba áll a vendégek rendelkezésére. Innen indult a Népszínház utca, és akkor mikor a teret kialakították a városegyesítés után, akkor ugye innentől van most már a Népszínház utca, egészen megyünk le a Teleki térig, most itt tartunk.
A Trója török élelmiszerbolt 2010-es évek elején nyílt meg, hogy a Magyarországon élő iszlám vallású emberek is megtalálják azokat az élelmiszereket, illetve alapanyagokat, amiket ugye a vallásoknak megfelelően fogyasztanak, illetve készítenek el. A boltban a török fűszereken kívül friss zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket lehet kapni, illetve török hentesek készítik el a húsokat. Érkeztünk az utcának egy igen híres cukrászdájába, ez a Jezsek cukrászda. A boltnak a forgalma egy kicsit visszaesett, de hát azért nem mondjuk azt, hogy végszükség van, tehát vészhelyzet, mert el tudjuk azt látni, ami kell. Valamikor meg volt hirdetve egy Józsefvárosnak a tortája, és ön nyerte, az ön igen, az nyerte meg. Az egy vaníliás citromos kivikrém torta marcipánnal. A süteményeink nagy része is vajjal készül, megpróbálunk minőséget adni. Bemutatom önöknek is, hogyha tudna beszélni Teleki László gróf, őről van elnevezve maga a tér, és hogyha megkérdeznénk és elmesélné, hogy érzi itt magát, akkor azt mondaná, hogy igazából egyre jobban érzi magát. Környékbeli házakat ugye felújítják, piacra visszaköltöztek azok az árusok, akik eddig is ugye itt árusítottak, a Pali bácsi, a Laci bácsi, a húsos, tehát érdemes őket meglátogatni. Teleki téri imaház, azt szoktuk mondani, hogy az utolsó stíbel, ez a rövid név, a teljes név, a stíbel az egy ilyen lakásimaház, a teljes az az utolsó budapesti, és igazából az országban utolsó, háború előtti és ortodox, és szefárdima rendű, ez így mind hozzá tartozik. Valamikor a 20. század elején alapították, az első dokumentumunk az 1910-ből van. Szombat reggel vagyunk nyitva, már igen, ha éppen nincsen világjárvány, most éppen nem vagyunk nyitva. Normális esetben egy 15 és 25 ember között vagyunk itt szombat reggel. De a közösség az ennél sokkal nagyobb, mondjuk háromszor, négyszer ennyi. Akik meg valamilyen módon kapcsolódnak, az több száz ember, aki úgy ismer minket, és szereti, és fontos neki valamilyen módon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és örülök, hogy velem tartottak.